Köszöntöm kedves nézőinket műsorunk eheti adásában a május 31-i képviselőtestületi ülés soron következő harmadik részét láthatják. Mai magazinunkban elsőként a főiskoláról szóló napirendi ponthoz érkező hozzászólások folytatását ismerhetik meg. Török Ferenc képviselő úr újból. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretném, hogyha pontosítanánk, és lehet, hogy jegyző úr segít, de ön valószínűleg még pontosabban tud segíteni, hiszen amikor a főiskola idejött, akkor és alapítottuk, akkor valószínűleg ön ennek az alapító kiratának a megalkotásában valószínűleg aktívan részt vett, nem? Számomra is nagyon bonyolult volt ez a főiskola, és sokat vívtunk velük, Csaba segített nekem ebben, próbált sokszor segíteni. Tehát még egyszer, tehát nem voltunk tulajdonosok az főiskolát üzemeltető Kft-be, ami minden pénzzel kapcsolatos dologért felelt. Mi az alapítók között voltunk. Tehát ami pénzt befizettünk, vagy a pénzt beszedett a főiskola, abból nekünk, mi vagy nem voltunk tulajdonosok a Kft-be, aki mindezt üzemeltette, tehát nekünk semmi közünk nem volt tulajdonképpen a működéséhez, csak súlyos pénzeket fizettünk be. Csak ezt szerettem volna pontosítani, hogy mi az alapító tagok között vagyunk, de a tulajdonosok között soha nem voltunk. Köszönöm. Így van, de mi tulajdonos nem fizettünk be pénzt egyébként. Direkt módon sose. Dr. Filvi Gézának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A főiskolának, de el is vonatkoztathatunk a főiskolától, tehát bárkinek van fizetési kötelezettsége, annak eleget kell tenni. Ugye amikor tavaly ezt már tárgyaltuk, és ez a 13 millió forint, ez a 11 millió 438 ezer forint jött össze, akkor azért döntöttünk így, mert ugye itt a közüzemi díjaknak az elszámolása, illetve annak a mérése nem volt egyértelmű, és ez az az összeg, ami fehéren-feketén bizonyítható, hogy ezt biztosan használta, és azért is jutottunk arra a döntésre, hogy erre irányuljon a követelés, mert ezt nem nagyon tudja vitatni a másik fél. Most ennek ellenére ugye jön egy egyességi ajánlat, nagyságrendekkel kevesebb összegér, és én úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk nem tehet gesztust, nem tehet könnyítést, nem engedhet el tartozást, mert ugye az önkormányzatnak a követelése is az önkormányzati vagyonnak részét képezi. Tehát mi vagyunk képviselő testület felhatalmazva arra, hogy Kalocsa város vagyonát felelősen kezeljük, és ezzel felelősen gazdálkodjunk, és ennek a követelésnek is érvényt kell szerezni, függetlenül attól, hogy ki az, aki ezt okozza. Nagyon-nagyon dicséretes, hogy már a peres eljárást elindították, és jogi úton, bíróságon keresztül kívánnak érvényt szerezni erre. Úgyhogy nekem az az álláspontom, hogy egyértelmű, hogy nem lehet az egyességi ajánlatot elfogadni, és azt vissza kell utasítani. Felszeretném hívni az önkormányzatnak a figyelmét arra, hogy ugye itt 2018. július 31 napjáig szólt a felszólítás a főiskola felé, hogy adja vissza az ingatlant. Nem tudom, hogy jelenleg valamennyi összeget fizet-e, de ez mindenféleképp nagyon fontos lenne, hogy az általa elhasznált és felhalmozott költségek ne szaporodjanak tovább, tehát itt a használatukat azt ezzel a dátummal mindenféleképp meg kell szüntetni, azért, mert nem tartják be az általuk is vállalt megállapodást. Úgyhogy magam is a határozati javaslat B verziót javaslom elfogadásra, és a jogi bizottság is tárgyalta az előterjesztést. A jogi bizottságnak is egyhangulag a határozati javaslat B verzió volt a javaslata. Köszönöm szépen. Köszönöm, van-e még észrevétel? Ha nincs, akkor zárom, és szavazásra kell a sor, mivel a bizottságok részére a B verzió merült föl. Én is a B verziót teszem föl akkor így szavazásra. Aki egyetért a B verzióval, az kérem igennel szavazzon. Tehát ez jelenti azt, hogy nem fogadja el a Tomori Pár Főiskola egyességi ajánlatát, felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Ezzel egyetért igennel szavazzon.
12, igen, elfogadtuk, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, Kalocsa 3001/1 helyrezi számlat ingatlanra érkezett vételi ajánlat. Ugye ez a Zselátó által egyszer igényre tartott terület, amely tavaly december 31-ével lejárt. Nem tartott igényt, tehát elvesztített 1 millió 800 ezer forintot, ha jól emlékszem, és így szabaddá vált ez a terület értékesítésre. Bejelentkezett egy cég, a Lackó Trade Kft. Vételi ajánlatot tett, 360 forint per négyzetméter vételáron, és hát ő azt jelezte, hogy itt napelemeket akar létesíteni, illetve parkot, és ehhez a megvásárolja, adjuk ki a hozzájárulásunkat, a tulajdonosi hozzájárulást, hogy ő ilyen tevékenységet akar. És ezzel gondunk van, mert a szomszédos területeket 500 forint per négyzetméterre adtuk meg, tehát eleve ez a pályázati ajánlat, illetve nem pályázati, hanem ajánlat, nem elfogadható a vagyonrendeletünk szerint, és mivel az értéket újra felértékeltük ugye a területet, és 500 forint per négyzetméter állapította meg a szakértő, 20 millió forint fölé esik, tehát mindenféleképpen, tessék, 25 millió forint fölé esik, most nem számoltam fejbe, tehát mindenféleképpen meg kell hirdetnünk ezt a részt. Így, ha meghirdetjük, és azok a feltételeket, amiket mi szabunk, és erre esetleg több pályázaton megnyílik a lehetősége ennek a cégnek is, illetve más cégeknek is, hogy pályázzanak erre a területre. Van ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Ha nincs kérdése, van-e észrevétel? Katus Attila képviselő úr. Pénzügyi bizottság tárgyalta a vételi ajánlat elutasítását javasolja, és a pályázat kiírását. Köszönöm. Amely természetesen következő testületi ülésre kerül majd a feltételekbe. Dr. Félvi Géza képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Korábbi évek munkái azért beigazolódnak, amit a Fidesz-KDNP képviselői végeztek. Ugye nagyon-nagyon kardoztunk az ingatlan eladások ellen. És ez is azt mutatja, hogy most már 500 forint per négyzetméter árra szól az értékbecslés, míg annak a partnernek, aki visszalépett az ingatlan vásárlásnál, ott még, ha jól emlékszem, 300 forint per négyzetméter áron adta el a képviselőtestületi többség. Mi akkor ezt nem szavaztuk meg, mert azt mondtuk, hogy alacsony áron ne értékesítsük az ingatlanokat, emelkedik. 300 forintról 500 forintra ment fel ez a rövid idő alatt az ingatlannak az értékbecslés általi ára, és talán most kezdünk eljutni arra a szintre, ahol igen, már meg kell fontolni azt, hogy hasznosítsa az önkormányzat a kihasználatlan területeit, akár értékesítés formájában is. A határozati javaslatban ugye az a társaság, amelyik vételi ajánlatot adott, az ugye az értékbecslés alatti volt, és nyilván így mérlegelés sincs, illetve azért azt megütötte a szememet, hogy az általa kínált vételár sem áll rendelkezésre, nem tudná kifizetni majd csak 2 év múlva, egy nagyon minimális összeget fizetne most. Én nem tartom kellő komolysággal így a vételi ajánlatot, ha még az általa kínált vételárat sem tudja, úgyhogy a határozati javaslat és az elutasításról szól, ezt támogatom. Illetve azt, hogy ingatlan értékesítési pályázatot írjon ki az önkormányzat. A második határozati javaslatban ugye egy hozzájárulást kér ez a társaság, hogy egy ilyen elvi hozzájáruló nyilatkozatot, és én úgy gondolom, hogy korai még ezt megadni neki, legfőképp azért is, mert ha már úgy ad vételi ajánlatot, hogy nem tudják kifizetni, nem tudom mennyire komoly
az ő elképzelése és az ő üzletvitele, de nyilván nem kívánom ezt minősíteni, és majd a pályázat kiírás után, tehát nézzük meg, kiírjuk a pályázatot, lebonyolítjuk, nézzük meg, hogy milyen ajánlatok érkeznek be, és akkor a nyertes pályázóval, mert hogyha nem ő lesz a nyertes pályázó, akkor mire feladtuk ki az elvi hozzájáruló nyilatkozatot. Tehát egy rossz üzenete tud lenni, illetve ideje korai ez az elvi hozzájáruló nyilatkozat, így álláspontom szerint a határozati javaslat 2. pontot, azt pedig nemmel, tehát hogy utasítsuk el ezt a hozzájárulást. A jogi bizottság véleményét is most szeretném ismertetni. A határozati javaslat 1, tehát a vételajánlat elutasítását támogatja a jogi bizottság, illetve a határozati javaslat 2. pont, tehát a hozzájárulást nem adná meg, nem javasolja annak a megadását. Ez volt a bizottsági vélemény. Köszönöm szépen. De a pályázat kiírását, igen. Igen, a pályázat kiírását, az egyes határozati javaslatban szerepel, azt igen. Tudom, hogy benne van, csak arra nem tért ki a képviselő úr. Jó? Dr. Angeli Gabriella képviselőasszony. Véleményem szerint teljesen rendben van, hogy a vételi és a hasznosítási ajánlatot elutasítsa a képviselőtestület. Az indokokat most nem mondanám, mert Félvég képviselőtársam felsorolta mind a kettőt, amit említettem volna ezzel kapcsolatban. Azzal viszont nem értek egyet, hogy értékesítési pályázatot írjunk ki, mert változatlanul az a véleményem, hogy az önkormányzat ne értékesítse Kalocsaváros tulajdonát és vagyonát. Jó, Szabó Balázs képviselő úr. Köszönöm szépen, itt azért hozzászólnék ez az előző évek munkájának beírt gyümölcséről, ugye, amit az ingatlanok eladását illeti. Ugye az egyik hozzászólásom, hogy én magam soha nem voltam Fidesz-KDNP képviselő, és nem is leszek, csak már így az ingatlanok eladásának munkájának gyümölcsét említjük. A másik pedig azért jó volna mindenki visszanézni, és sajnos azt kell mondanom, hogy szomorúan én is így utólag a pont ez mellett, a terület mellett lévő Szalmás ingatlannak, vagy a Szalmás cégnek eladott ingatlannak a szavazati arányát, és az ottani négyzetmétereket. Szóval itt sem igaz az, hogy soha nem adott el senki alacsony pénzen ingatlan. Pont sajnos ez mellett az ingatlan lévő ingatlan, ez mellett az ingatlanon melletti ingatlan, sajnos, ha jól emlékszem, mindenkinek sikerült megszavaznia. Köszönöm szépen. Jó, Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az érveléseket hallgatva, a jogi bizottságnak a véleményét, egy kicsit vállalkozói szemmel nézve azt gondolom, hogy nem teljesen értették meg azt a logikát, amelyiket a pályázó leírt. Azzal egyetértek, hogy pályáztassuk meg, ez egyértelmű, hogy próbáljuk meg minél drágábban eladni, hogyha van rá érdeklődő. Azzal viszont nem értek egyet, hogy a hozzájárulást ne adjuk meg, hiszen ő azért kéri a hozzájárulást, mert hogyha azt megkapja, akkor van értelme megvenni a telket. És hogyha ő megkapja a hozzájárulást és megkapja a csatlakozást, akkor biztos, hogy az egyik az a pályázó lesz, aki befogadni erre pályázatot, és lehet, hogy látja, hogy ez 500 forint, akkor ezt meg fogja adni. Tehát ilyen szempontból a pályáztatás az ingatlan értékének növelésére teljesen jó, viszont azzal, hogyha ez a vállalkozónak a hozzájárulást megadjuk, és ő megkapja a csatlakozási engedélyt, akkor majdnem, hogy olyan kényszer helyzete lesz, tehát akkor van értelme neki biztos megvenni, és ott megcsinálni, megvalósítani ezt a tervet. Köszönöm. Köszönöm, dr. Félvig Géza képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Semmi esetre sem szeretnék vitába szállni, vagy más szemlélet, vagy a vállalkozói, vagy a jogi szemléletet egymás mellé állítani, de lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen, akkor most így pontosítanék. Tehát a jogi bizottságnak az volt az aggája, hogy kiírunk egy pályázatra, egy értékesítési pályázatra egy ingatlant, és ezzel kapcsolatosan egy céget, már egy hozzájáruló nyilatkozat, egy elvi hozzájáruló nyilatkozatot megadunk. Lehetséges, hogy ennek egy rossz üzenete tud lenni, és egy ilyen óvatosság volt a bizottság fejében, hogy ne legyen az, hogy esetleg a pályázók közül bárkit is már most előre a kiíráskor az önkormányzat akármilyen előnyben részesít, vagy előnyt magyarázhat bele. És ezért volt ez az óvatosság,
Elfogadom török képviselőtársamnak az érvelését vállalkozói szemmel. Itt az óvatosság volt a jogi bizottságban, és ezért az a javaslat. Én is ezt támogatom, és ezt fenn is tartom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Katus Attila képviselő úr. Tehát ez a terület mellett már ugye eladtunk egy részt napelempark részére, ami közelebb volt a város, tehát a lakóházakhoz, ami rendben is van. Tehát azt gondolom, el kéne önteni az önkormányzatnak először is, és nem egy olyan téma ez, hogy most egyetértünk, hogy azt akarjuk-e, hogy egy, szerintem egy értékes frekventált helyen napelempark legyen ottan, vagy Kalocsa, ugye mindenki azt mondja, most egy fejlődés előtt áll, híd lesz, az autópályához közelebb kerülünk. Nem biztos az, hogy egy napelemparkot kell oda részesíteni. Ha pedig most kiadunk egy úgymond kvázi, hogy egy ilyen szándéknyilatkozatot, akkor az valamire köt minket, azért csak a becsület, hogy mi valamikor azt mondtuk, hogy igen, egyetértünk vele, most meg azt mondjuk, valamikor már azt mondjuk, hogy nem. De ettől függetlenül ezzel el kell gondolkozni. Tehát tudom én támogatni azt is, hogy legyen napelempark, csak el kell ezen gondolkozni, hogy pont azon a területen arra van-e szükség. Köszönöm. Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Teljesen jó, hogy legalább van vita, meg dolgozunk ezen a projekten. Képviselő úrnak annyit szeretnék mondani, hogy ha megépül a híd és összekötetés lesz az autópályával, és a körgyűrűre lesz rákapcsolva a híd, egyértelműen azon a területen, az északi részén a városnak minden föl fog értékelődni. Tehát aki valamit iparit szeretne, az a körgyűrű közelébe és a híd közelébe akar kerülni. A városnak ez a területe viszonylag közel is van a lakott területekhez, ezért a besorolása is olyan, hogy viszonylag kevés zajjal és egyéb környezetterheléssel járó tevékenységet lehet. És hát ön ott lakik attól 100 méterre, tehát ön tudja legjobban, meg gyerekkorában talán még látta, hogy ott harckocsik gyakorlatoztak, harckocsi rámpára álltak föl, ott betontuskók vannak. Tehát az a terület, úgy gondolom, hogy ha oda valaki építkezni akar egyszer egy csarnokot, vagy bármilyen üzenet, vagy bármi mást, valószínűleg annak a területnek a rendbetétele, vagy alkalmassátétele arra, hogy ott valamilyen, bármilyen ipari beruházás legyen, a súlyos millió forintokba fog kerülni. Én azért gondoltam azt, hogy támogatható, hogy ott egy napelempark épüljön, hiszen ez egy, ha megnézi meg, ön tudja legjobban, ez egy nagyon mély terület, betonnal, mindennel szennyezett terület, és a város közelén lévén miért ne lehetne egy napelemparkot? Nem beszélve, hogy ma ismerve a napelemparkoknak a teljesítményét és a jövedelmezőségét, és hogyha jól láttam, akkor ez vállalja, hogy a Kalocsa városba hozza a működését ennek a cégnek, akkor súlyos adóforintokat fog fizetni 25 éven keresztül, mert egy ilyen napelempark az 25 évig működik. De Kati képviselő, mivel pont ilyeneket szerelnek, szerintem még szakavatottabban tudna ehhez hozzászólni. Én azt gondolom, hogy pont az a terület olyan terület, ahova én meg pont ilyen beruházásokat tennék, mert nem valószínű, hogy ezt a részt bárki üzemcsarnak vagy bármire választaná pont az elmondottak alapján. Miközben az északi részen, a hívhoz közel, a körgyűrűhöz közel eladatlan ipari telkek és az önkormányzatnak is eladatlan ipari telkei vannak, ami nem 500 forint lesz szerintem, hogyha megépül a híd, hanem 1000 forint vagy az fölötti is lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a május 31-i képviselőtestületi ülés soron következő, negyedik, egyben befejező részét láthatják majd magazinunkban, és a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk önöket. Viszontlátásra!